Hát és itt van velünk Péter Samek, aki már, hogy is mondjam, a szeretetnek az energiájával lengette be itt a stúdiót. De kedves vagy, köszönöm szépen. Jó reggelt, egyébként tényleg ilyen vagy? Tehát, hogy ez a karácsony téged egy ilyen hangulatba hoz már mondjuk egy hónappal ezelőtt, és akkor innentől kezdve ez dudorászod. De ez milyen színű zakóban van. De én tudom, hogy van neki 60 valány zakója. Na jó, de hát nem véletlen ilyenkor. Igen, én ilyen vagyok. Én imádom a karácsony 24 éven keresztül minden évben. Az nekem egy tényleg egy szent az egész. Én örülök, hogy családjával vagyok. Kikkel vagy ilyenkor? Anyukámmal, öcsémmel, apukával, így. Így szűken. Igen, négyen. Szűken. Az a legjobb. Énekelsz otthon? Nem szoktam otthon énekelni. Nem énekel otthon, aki tud. Igen, ez érdekes. Én biztos, hogy követem. Ha én lennék a testvérem, biztos, hogy kérnék tőled. Hát mindenkinek énekelsz, nekem meg nem otthon. Hát akkor tessék. Nem, hát én karácsonykor a szentestén természetesen én pihenek. Amikor otthon vagyok, én pihenek. De azért előtte elég sokan dolgozok, mert a december ezt elég hát sokan jó, kell nyomni. Igen. Pedig. Most is például holnap fogok csinálni egy jótékonysági koncert Csepelen. Az lesz első ilyen karácsonyi koncert itt Magyarországon, amit csinálok. És mindenki csak szeretettel várok. Lehet de egy kis karácsonyi, azért karácsonyi koncert, mert karácsonyhoz közelettén van, vagy mert csak karácsonyi dalok lesz? Karácsonyi igazi és... magyar dalokat, olyan dalokat is fogok énekelni, amik még nem énekeltem, még nem hallották tőlem. Szerintem érdemes lesz. Érdemes lesz, fél hétkor kezdődik a Csepeli templomban, Szent Imre téren, és azért templomban az más hangulatig. És azt bepróbáltad, hogy hogyan az akusztikája egy templomnak teljesen más, hogy hova állj, vagy mit csinálj, vagy hogy legyen? Hát azt holnap fogunk próbálni. Aha. Holnap. Azért zenekarral elég sokan próbáltunk, és holnap akkor az megcsinálunk úgy, hogy jó fog szólni. Gondolom, mert az Ave Máriát is elénekled. Péter Sámek bent. Még egyszer, gondolom, bocsánat. Az Ave Máriát is elénekled, amit most itt énekel. Persze, de az nem szabad kihagyni. Azt nem. Az és nem. Akkor most ez úgy van, hogy Magyarországon is koncertezel, december hónapban, meg akkor otthon is koncertezel, vagy hogyan? Hogy tudod ezt? Én utolsó két évig csináltam Szlovákiában karácsonyi koncerteket, és most ebben az évben úgy döntöttem el, hogy Csepelen, ahol már lassan két éve lakok, megcsinálok egy karácsonyi koncert, és plusz jótékonysági, ahol nem lesz belépő természetesen, de az adományok az olyan embereknek fogunk adni, akinek nem annyira szerencse az élet. Ja, egy kis nemes célra felhasználod a hangodat, ez tök jó dolog. És enni, ez a nemes hang, ez mit eszik karácsonykor? Minden. Ettől félek, mert tudod, hogy diétáztam is, és edzettem is, stb. És most félek, hogy mi lesz. De én imádom az édességet. Jó, három nap, hát nem üző volt. Oké, kondizik, de hogy diétáról azt gondoltam, hogy fogy. Nem úgy. Csokit nem ettem, ja, stb. De ez most már eszek megint. Tényleg eszel a csokit? Igen, hát szeretem, hát mit lehet csinálni? Nem semmit, én is édes szájú vagyok, semmit. Azt, hogy eszed a csokit, és közben minden mást kevésbé. Meg leállsz néha kicsit vele, igen. Hiú vagy egyébként? Hiú ember vagy egyébként? Ilyen. Fogalmam nincs, mi az. Mi az a hiú? Hiúság az, amikor nagyon odafigyelsz magadra, mert nagyon fontos, hogy mit mondanak hogy mások napi róla. Hát nem annyira, az nem. Hát én eszek azt, ami van. Amikor anyuka nagyon jól tud főzni, és énkor minden eszek, amit csak tudok. És megrendeled, hogy mit főzzön mondjuk karácsonyra? Nem, az nálunk szokás, nem. Anyuka tudja, hogy mit tudja, hogy mit kell csinálni, és mit szeret az igen. Hát a hal, az természetesen... Meg eszed a halat? Persze. Van, aki nem eszi meg karácsonykor a halat egyébként. Igen, azt hallottam, hogy csirkét szokták enni, vagy ilyesmi. Nem tudom, én de gondolom, aki én karácsonykor nem eszi meg a halat, egész évben nem eszi meg a halat. Valószínűleg igen. Persze. Nem, hát csak hogy a tradíció miatt, igen, de hogy a tradíció miatt nem fog akkor pont halat enni valószínűleg. Hát ez így van. De én élvezem az egészet. Én most, amikor már itt vagyok Magyarországon egész évben. Aha. Mennyit mész haza? Azért szoktam járni. Aha. Egyszer, egy hónap, kétszer. Ha van idő. Néha volt olyan, hogy két hónap, három nem jó, voltam. Hát becsúszik. De anyuka azért jön hozzám. Hozzá. És hozza a kaját, mert én nem főzök. Én rendelek, ha otthon vagyok. És ez nekem nagyon nagy segítség. Jézus, mindig. Mit szólhat anyukát, hogy rendelsz, amikor... Hát nem árulod el neki, hogy... Dehogy nem, azért az ő még mindig megkérdezi, hogy ettél már valamit. Tehát én mindig leszek neki kisfia. Hát nyilván. Ez ilyen. Hatatlan. Bármi. Jó, hogy itt vagy, és még énekelsz nekünk. Köszönjük szépen a beszélgetést, mert akkor még van, ami a tarsolyodban, a Mikulás tarsolyában van egy dal.